Drágul a biztosítás. 8-10%-kal emelkedik az autók kötelező biztosítási díja januártól. Fókuszban az oktatás és a kísérletezés, digitális közösségi alkotóműhelyt adtak át Nyíregyházán. Tudomány és művészet ünnepe. Radó Péter iskola kutató gondolatébresztő előadásával kezdődött a Nyíregyházi Egyetem ünnepsége. Kal emelkedik az autók kötelező biztosítási díja januártól. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Korábban 30%-os drágulást is kalkuláltak az előzetes számításokban, végül azonban kedvezőbb díjemelkedésre számíthatnak az autósok. Célszerű lehet akár csomagban is gondolkodni. Ha egy cégnél kötnek például a kötelező mellé kaszkót és lakásbiztosítást is, akkor még kedvezőbb árakat ajánlanak az ügyfeleknek. A november évek óta a kötelező biztosítás átkötési kampányának hónapja, a december pedig még ennek a lecsengése. Ez a dátum azokra érvényes, akik 2010 előtt vásároltak autót. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítást Magyarországon törvény szabályozza. Minden arra kötelezett járműnek rendelkeznie kell vele. Adásvételkor a kötelező biztosítás kötés határideje az a nap, amelyen a gépjármű tulajdonjoga változik. Nagyon sokan vannak már azok, akik 2010 után vásároltak gépjárművet, és ugye a biztosítási évfordulójuk január 1-ről áttevődött arra az időpontra, amikor megvásárolták a gépjárművet. Ez ugye a jobbik eset, mert van, aki azt nem tudja, hogy a megvásárlás pillanatában már neki meg kell kötnie az új kötelező biztosítását, és van úgy, hogy csak napokkal később jelentkeznek, és akkor derül ki, hogy ugye a vásárlás dátuma plusz azon nap között fedezetlenségi díjat kell fizetnie, amíg ugye nem rendelkezett kötelező biztosítással. Akik 2010 után vásároltak autót, nekik a szerződéskötés dátumát kell figyelniük. Rájuk nem a januári váltás vonatkozik, hanem a saját szerződéskötésük napja előtt 30 nappal tudják felmondani az aktuális biztosításukat. Az új díjtarifákat novemberben hirdetik ki a biztosítók. Ez körülbelül 1,5 millió autóst érint Magyarországon. A díjemelkedés kedvezőbb lett egyébként az előre megjósolt 10-15%-hoz képest. Az előzetes kalkulációk szerint, amit ugye most így a hosszú hétvégén meg tudtunk mi is csinálni, illetve próbáltunk ugye előtarifálásokat végezni, azt mutatja, hogy egy ilyen 8-10%-kal fog növekedni a díj. Mindenféleképpen érdemes megnézni ugye az átkötési díjakat, akik január 1-es évfordulóval rendelkeznek, hiszen nagyon-nagyon sok paraméter van, amit bevezettek a biztosítók. Ezek lehetnek szankciók, illetve lehetnek plusz kedvezmények. A díjemelkedést a károk számának és értékének növekedése, valamint az alkatrészek drágulása okozza. Már egy kisebb koccanás is 100 000 forintos tételt jelenthet. Azok az autósok, akik kármentesek és hosszú évek óta rendelkeznek jogosítvánnyal, ők évről évre kedvező feltételű biztosításokat köthetnek, ezért mindig érdemes tájékozódni az új lehetőségekről. Akik például az elmúlt 3-4 évben kárt okoztak, ők magas pótdíjszorzóra számíthatnak. Célszerű lehet akár csomagban is gondolkodni, ha egy cégnél kötnek például a kötelező mellé kaszkót és lakásbiztosítást is, akkor még kedvezőbb árakat ajánlanak az ügyfeleknek. Új, modern informatikai eszközökkel vezérelt gépek segítik ezentúl az alkotás folyamatát a Nyíregyházi Szakképzési Centrum kedden átadott digitális közösségi alkotó műhelyében. A műhely küldetése, hogy a különböző korosztályok számára megmutassa a technológia mindenkié és bárki képes működő dolgok megalkotására. Az alkotó műhelyet nem csak a szakképzési centrum tanulói használhatják, hanem nyitott minden érdeklődő számára, és többek között pályaorientációs, illetve családi programokat is rendeznek majd benne. Drón, robot és ledes futó felirat. Egyedülálló módon nevéhez hűen adták át az országban az elsők között a digitális közösségi alkotó műhelyet a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban. A 300 négyzetméteren kialakított közösségi és oktatási tér egyszerre ad lehetőséget a tanulásra, a kísérletezésre, valamint az egyedi ötletek megvalósítására. A saját centrumos tanulókon kívül várjuk az óvodásokat, általános iskolákat, de akár családokat is ebbe az alkotóműhelybe. Itt bárki megvalósíthatja
az ötletét, és ugye itt szakmai segítséget kap felkészült kollégáktól digitális gépeket, és azt gondolom, hogy a digitális kompetencia szerzése mellett, tehát hogy itt találkozik robotokkal, drónokkal, azon kívül a hagyományos szakmákat is megismerheti, hiszen itt van szabás varrásra lehetőség, van vagy fémmunkáló műhely, van faipari műhely. Játékkardot készítenek ennél a munkaasztalnál. Az alkotó műhelyben a modern digitális világ eszközei és a hagyományos szakmák munkafolyamatai ötvöződnek egy térben. Úgy működik, hogy ez a szár felmelegíti 200 fokra ezt a drótot, és az a hővel elvágja ezt a niketszert, megolvasztjuk tulajdonképpen. Egy olyan új tanulási tér ez a digitális alkotóműhely, ahol az oktatást, a szakképzést meg tudjuk újítani, ahol olyan új lehetséges oktatási formák tudnak elterjedni, amelyek eddig még nem voltak a szakképzésben. Fogalmazott a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár az átadón. Pölöskei Gáborné kiemelte, az országban egy éven belül 44 hasonló műhelyt hoznak létre. A helyettes államtitkár hozzátette, az alkotó műhely olyan készségek fejlesztésére kínál lehetőséget, melyek elengedhetetlenek a gazdasági fejlődés szempontjából. Csapatmunka, szervezés, a munkának a végig gondolása, a kreativitás előtérbe kerül, vagy akár a hibajavítás is. Mind olyan készség, amelyek gyakorlatilag a szakképzésnek a megújítását fogják jelenteni. Megújul formájában, megújul tartalmában, megújul módszertanában. Az alkotó műhelyben minden olyan eszköz megtalálható, ami szükséges lehet egy ötlet megvalósításához, így akár a robotkar, a hímzőgép vagy a lézervágó. A város polgármestere szerint a projektek megvalósítása során nem csak a mindennapi munkához szükséges készségek elsajátítása a fontos, hanem a közös alkotás öröme is. Nagyon sokat beszélünk, hallunk arról, hogy a digitális kompetenciák mai képzésben, a munkaerőpiacon ilyen nagy fontossággal bírnak, és én azt gondolom, hogy ez az alkotóműhely nem csak ebben segíti az itt tanuló diákokat, hanem abban is, hogy egy közösségi csapatmunkában együtt tudnak létrehozni eredményeket, és részesei lehetnek egy közösségi kutatófejlesztő tevékenységnek is. Az alkotó műhely teret ad a centrumban zajló tehetséggondozás speciális munkafolyamatainak, de ugyanakkor mindenki számára nyitott. A tervek szerint pályaorientációs alkalmakat, családi programokat és vállalkozások bevonásával tematikus műhelynapokat rendeznek majd az alkotó műhelyben. Személyre szabott oktatás és a megszokott keretek eltörlése ez a jövő oktatásának záloga, véli Radó Péter. Az oktatáskutató a Nyíregyházi Egyetem rendezvényén a Tudomány és Művészet ünnepén beszélt gondolatébresztő ötleteiről. Egy kisebb fajta oktatási forradalommal lehetne elérni azt az eredményt, hogy piacképes tudást szerezzenek a diákok, emelte ki a konferencián. A tudományt és a művészetet ünnepelték a Nyíregyházi Egyetemen kedden. Az idei rendezvény mottója a határtalan tudomány volt. Erről beszélt köszöntőjében is az intézmény megbízott általános rektor helyettese. Határtalan kitartás, határtalan hit és határtalan, sokszor határtalan próbálkozás szükséges ahhoz, hogy a tudomány az megszülessen, és a kutatásból tudomány legyen. Határtalan a tudomány a tekintetben is, hogy ma már nem csak klasszikus tudományterületekről beszélhetünk, hiszen a klasszikus tudományterületek, mint a matematika, vagy a fizika, vagy bármely más természettudományi ágak, ugye sok-sok ezer évvel ezelőtt már megszülettek, kialakultak, ma viszont új tudományágak születnek. Ez pedig annak köszönhető, hogy a tudományterületek közötti határok elmosódnak, összeolvadnak, tehát valóban határtalanná válik a tudomány e tekintetben is. Radó Péter oktatáskutató a tavaly megjelent könyvéből idézett gondolatébresztő elképzeléseket. Előadását azzal kezdte, mennyire nem hatékony az a fajta frontális, hagyományos oktatás, amit ma az iskolákban alkalmaznak. A tanár-diák kommunikáció teljesen kiszorítja ez a forma, és a tanulók között sincs párbeszéd. Egyre inkább nyitni kellene a differenciált osztályterem elmélet irányába, amelyben a diákok is aktív résztvevői az órának. Ma már pontosan tudjuk, hogy
A gyerekek elsöpröntött többsége egy ilyen osztályteremben szinte semmit nem tanul. Mindaz, amit mi tudunk a tanulásról, ami nagyjából nagyon röviden összefoglalva arról szól, hogy a gyerek nem ismereteket biflázik be, a gyerek saját maga konstruálja a saját tudását, ehhez viszont aktív tanulásra lenne szükség, arra lenne szükség, hogy azok, akik részt vesznek a tanulási folyamatban, azok aktívan bekapcsolódjanak ebbe a tevékenységbe. Ezért van az, hogy már évtizedek óta megpróbáljuk újra kitalálni az osztálytermet, megpróbáljuk újra kitalálni a pedagógiát. Az, amit manapság jó pedagógiának nevezünk, azt úgy hívják, hogy differenciált pedagógia. Egy olyan osztályteremről van szó, ahol a multilaterális kommunikáció zajlik, mindenki mindenkivel együttműködik, ahol változatos tevékenységformák uralkodnak. Radó Péter arról is beszélt, az iskolának és az oktatásnak is személyre szabottá kell válnia a jövőben. Véleménye szerint egy kisebb fajta oktatási forradalomra van szükség. Ennek két lépcsője is van. Első körben újra kell értékelni a célokat. Arra kell tanítani a diákokat, hogy képesek legyenek a változásra és alkalmazkodásra. Az adaptív képességeket kell fejleszteni, ilyen például a kreativitás és a probléma megoldó képesség. A másik lépcsőfok, hogy vannak globális munkaerőpiaci belépési feltételek, amelyeket el kell sajátítani, ezt akár küszöbb kompetenciáknak is nevezhetjük. Ide tartozik, hogy mindenkinek tudni kell angolul, ez legyen az első idegen nyelv, amit elsajátít a diák. Fontos a digitális kompetenciák fejlesztése, valamint az interkulturális kommunikáció, hangzott el az oktatás kutató előadásában. Az elfogadhatónál továbbra is rosszabb a nyíregyházi levegő minősége, írja honlapján az ANTS. A mérési adatok szerint a levegő szállópor koncentrációja miatt kifogásolt a megyeszékhely levegője, ami leginkább a keringési, légzőszervi betegségben szenvedő, valamint a kiskorú lakosságot érinti. Az Országos Közegészségügyi Intézet azt tanácsolja, hogy az érzékeny és beteg emberek lehetőleg kevesebbet tartózkodjanak a szabadban, és kerüljék a megerőltető testmozgást. A végéhez közeledik a Lujza utca felújítása Nyíregyházán, az útszakaszt a tervek szerint november végén adják át. A 155 millió forintos beruházás során kiépültek a hiányzó járdaszakaszok, valamint egy irányhelyes kerékpárutat is kialakítottak. Novemberben pedig közel 500 millió forintból elkezdődik a Tünde utca felújítása is, mely várhatóan 2019 közepéig fejeződik majd be teljes egészében. Ez egy 2,5 kilométer hosszúságú, teljes útburkolat felújítás jelent, a Kállói úttól egészen a Debreceni útig, illetve egy másik projektnek köszönhetően egy kerékpárút is létesül az útpálya szerkezet mellett, szintén teljes hosszúságban, 2,5 kilométer hosszan. 13 iskola regisztrált az idei városi verébavatóra. A több száz nyíregyházi diák idén harmadik alkalommal vehet részt azokon a tréfás ügyességi feladatokon, amelyeket a Váci Mihály Kulturális Központban rendeznek meg. A nap végén pedig a Club Hollywoodban engedhetik ki a gőzt egy afterparty keretein belül az újonc középiskolások. November 9-én ismét 9-es diákokkal és szurkolóikkal telik meg a Váci Mihály Kulturális Központ. A harmadik városi verébavató célja, hogy a középiskolákba újonnan bekerült diákok közelebb kerüljenek egymáshoz, az iskolájukhoz és a városhoz egyaránt. A városvezetése ugye elkötelezett amellett, hogy ez menjen minden évben. A Musterházat támogatjuk egy jelentős összeggel minden évben, illetve kedvezményesen biztosítjuk a helyet nekik a Váci Mihály Művelődési Központban, illetve minden olyan kérés, ami kell, azt teljesíti nekik a város ebben az összefüggésben. De a Musterház nagyon jól szervezi meg ezt a lehetőséget, mert van egy nagy rutinjuk abban, hogy hogyan kell az iskolákkal a kapcsolatot felvenni, tartani, és hogyan kell koordinálni azért ezt a 400 gyermeket, aki itt részt fog venni ezen a versenyen. Óriási a hangzavar, ugyanis a versenyről van szó, szurkolás van a Váci Mihály Kulturális Központban, úgyhogy mindent megteszünk azért, hogy ez évről évre sikeres legyen ez a rendezvény.
13 iskola regisztrált, ami több száz diák részvételét jelenti az eseményen. A VMKK befogadó képessége korlátozott, az eddigi regisztrációkkal már meg is telt, ezért több iskola jelentkezését már nem tudják fogadni. Ez is azt mutatja, hogy a nyíregyházi és környékbeli iskolák nagyon aktívak, ha jó programokról van szó. A nyíregyházi diákpolgármesteri iroda célja a hagyományteremtés és őrzés, ezért a tavalyi feladatokat kell idén is megoldaniuk a diákoknak. Ahogy belépnek a kulturális központba, elsősorban egy regisztráció fogadja őket, utána átvehetik az öltözőiket, ahol előkészülhetnek a feladatokra. Kapnak majd egy paksemétát, amiben minden le lesz írva részletesen, hogy milyen feladatok mikor következnek és hogyan, mit kell megcsinálniuk. Minden iskola kap külön egy számot a hátára, hogy meg lehessen őket különböztetni. Ezért miután elkezdődnek a feladatok, egymás után ügyességi és váltó feladatok következnek, egymással így mérhetik ki majd a tudásukat. Lesz nekik egy szurkolótáboruk, hogyha az iskola elkíséri őket, és akkor azt is fogjuk értékelni, hogy kinek nagyobb és hangosabb a szurkolótábora. Utána így a végén majd lesz az eredményhirdetés, és utána megyünk majd a Club Hollywoodba az afterpartira. A játékok bár tréfásak lesznek, ügyességet és komolyságot is igényelnek majd. Az idei év egyik újítása, hogy a legügyesebb iskola vándorserleget kap, ami azt is előrejelzi, hogy jövőre is lesz városi verébavató Nyíregyházán. A romániai Nagyvárad csapata nyerte Nyíregyházán az Ötvös Kupa nemzetközi fiú utánpótlás kosárlabda tornát, miután a döntőben 57-52-re legyőzte a szlovákiai Iskra Svit együttesét. A harmadik helyen a PVSK végzett, megelőzve a budapesti Honvédot. Tizedik alkalommal rendezte meg utánpótlás tornáját a Nyíregyházi Kosárlabda Klub, ezen belül harmadik alkalommal volt nemzetközi az esemény. A házigazda NKK Ötvös mellett négy hazai akadémia képviselői, valamint Romániából, Szlovákiából és Szerbiából érkező U16-os együttesek léptek pályára a Vessik és a Bánki torna csarnokában. A házigazdák a mérkőzések mellett egyéb programokat is szerveztek a fiatalok számára. Nagyon magas színvonalú mérkőzéseket láthattunk. Gyakorlatilag a magyar kosárlabda korosztályos elitje volt itt, hiszen négy akadémiai csapat volt itt, akik nagyon magas színvonalon kosárlabdáztak, de még tőlük is jobbak voltak az a két külföldi csapat, aki most a döntőt játssza. Én nagyon meg vagyok elégedve, szerintem ez egy igen erős torna volt. Két teremben bonyolítottuk le a mérkőzéseket, két csoportba. Minden nap minden csapat csak egy mérkőzést játszott, mert arra vigyáztunk, hogy ne legyenek túlterhelve, a gyerekek közben megismerjék Nyíregyházán azokat a látnivalókat, amiket feltétlen meg kell nézni, és hogy mindenki a legjobb erőben tudjon minden mérkőzésen teljesíteni. Makrai László szerint fontos, hogy a magyar fiatalok más kosárlabda kultúrát képviselő együttesekkel is összemérjék tudásukat. Szerintem minden edző, meg minden csapatvezető most ezt leszűrheti, hogy a következő korosztályban, ami már felnőtt kosárlabda előszabálya 18 éves, ki milyen állapotban van, ki milyen tudással rendelkezik, ezért is jó az ilyen torna, amikor külföldi csapatokkal találkozhatnak a magyar kosárlabdázók, mert összemérhetik azt az erőt, azt a felkészültséget, amit itthon nem látnak. A tornát a Nagyvárad csapata nyerte, miután a döntőben 5 ponttal legyőzte a szlovákiai Iskra Svit együttesét. A harmadik helyen a PVSK, a negyediken pedig a budapesti Honvéd végzett. Az 5. Debrecen és a 6. Nyíregyházi Sportcentrum mögött 7. lett az NKK Ötvös, a 8. hely pedig a szerb Monte Vrusas csapatának jutott. Vereséget szenvedett Cegléden a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK az NB1 9. fordulójában lejátszott mérkőzésen 6-2-re kapott ki a hazaiaktól. A tabella 5. helyén álló, de a többi csapatnál két meccsel kevesebbet játszó nyíregyháziak a hétvégén az első fordulóból elmaradt szegvári meccsüket pótolják. A ceglédi együttes Szolnokon játssza hazai meccseit, a pálya pedig több nyíregyházi játékos számára is ismerős. Fehér Béla jelenleg is a városban edz, Finta Zoltán és Magyarósi Péter pedig több évig játszott szolnoki színekben. A találkozó esélyesei a vendégek voltak, végül azonban egy változatos, szoros mérkőzés végén a hazaiak örülhettek a győzelemnek. A mérkőzés elején a Magyarósi Péterrel karöltve kezdve nem tudtunk elég fát hozni, nekem is csupán 522 fa sikeredett, míg a Magyarósi Petinek 552-vel sikerült pontot szerezni. Hiába vezettünk pár fával, a középső sor után is még vezettünk 31 fával, úgyhogy a Szegő Levente is egy fontos 559 fás csapatpontot szerzett, de a zárósoruk a ceglédieknek egy bődöletesen nagy játékot produkálva legyőzték a kedvező Fehér Béla párosunkat, néhány fával,
az a néhány fa csupán 9 fa, tehát itt bárhol lehetne találni 9 fát a csapat teljesítménybe, de úgy gondolom, hogy egy igazságos döntetlen születhetett volna ezen a mérkőzésen, mert mind a két csapat jól teljesített önmagához képest, és egy abszolút parás hangulatú mérkőzés volt olyan forgatókönyvvel, hogy ide-oda billent a mérleg nyelve az utolsó dobásokba, de sajnos nem jöttünk ki győztesen a párharcból. A nyíregyháziak a hétvégén az első fordulóból elmaradt szegvári meccsüket pótolják. A szegváriak nem kezdték jól a bajnokságot, az utóbbi mérkőzéseken viszont elkezdték gyűjtögetni a pontokat. Rosszkor megyünk hozzájuk, azt lehet mondani, és hogyha hozzáteszem, hogy a mostani Cegléd elleni meccsen a Fehér Béla megsérült, és az utolsó 12 dobását már ápolási szünet után tudta csak folytatni, azért ez is most befolyásol minket, hogy vajon mi lesz Bélával, ugyanis most tényleg kettőzött erővel kell Szegvár ellen is készülnünk, bármennyire sereghajtó, de valami borzasztóan nehéz a szegvári pálya, szokták is mondani, hogy az NB egy legrosszabb pályájáról van szó, legeredménytelen pályáról, úgyhogy ezzel is meg kell majd küzdenünk, de nagyon bízom benne, hogy teljes csapattal egészségesen tudunk majd oda menni, és mindenképpen csak a két pontra kell, hogy koncentrálni tudjunk. A tabella élén az Eger áll 12 ponttal megelőzve a szintén 12 pontos Dinamo SC-t. A többieknél két mérkőzéssel kevesebbet játszó Nyíregyháza 10 ponttal az 5. helyen várja a folytatást. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Drágul az autók kötelező biztosítása januártól, de nem akkora mértékben, ahogy előzetesen megjelentek a hírekben. Januártól körülbelül 8-10%-kal kell magasabb összeget fizetni az autósoknak. Célszerű lehet akár csomagban is gondolkodni. Ha egy cégnél ugyanis kötnek például a kötelező mellé kaszkót és lakásbiztosítást is, akkor még kedvezőbb árakat ajánlanak az ügyfeleknek. A robotika és a programozás mellett hagyományos szakmák eszközeit, mint a hímzés, vésés és esztergálás munkafolyamatait is kipróbálhatják az érdeklődők a Nyíregyházi Szakképzési Centrum új digitális közösségi alkotóműhelyében. A műhely küldetése, hogy a különböző korosztályok számára megmutassa, a technológia mindenkié és bárki képes működő dolgok megalkotására. Az alkotóműhelyben új, modern informatikai eszközökkel vezérelt gépek segítik ezentúl az oktatás, a kísérletezés és az alkotás folyamatát. Oktatási forradalomra van szükség, hogy piacképes tudással lépjenek ki a diákok az iskolából, véli Radó Péter iskolakutató. A szakember a Nyíregyházi Egyetem rendezvényén a Tudomány és Művészet ünnepén beszélt gondolatébresztő ötleteiről. Véleménye szerint a személyre szabott oktatás és a megszokott keretek eltörlése lehet a jövő oktatásának záloga. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 6-án, kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap párás időre számíthatunk, jelentős változást nem lesz időjárásunkban, folytatódik a csendes őszi idő. Az előttünk álló éjszaka gyengén felhős idő várható, éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felszakadozik, csökken a felhőzet, a köd fokozatosan mindenütt feloszlik, kitisztul az idő, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 16 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban ugyan több időjárási front is elhalad a közelünkben, de jelentős változást nem hoznak időjárásunkban. Többnyire csendes, őszi idő várható, éjszaka többfelé köddel, ami napközben néhol csak lassan oszlik fel. Vasárnap lesz kicsit más időben részünk, akkor a köd mindenütt feloszlik, de változóan felhős lesz az ég, és néhol kisebb eső, zápor is várható.